Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Bónum TV nézők, ezen a szerdai napon egy olyan szentet ünnepelünk, akit semmiképpen nem szeretném, ha kihagynánk ezekből az elmélkedésekből. Apropó szentek ünneplése. Nagyon sokszor ér bennünket a vád, különösen az országnak olyan területén, ahol én is élek, Tiszaföldvár Martfükörnyéke, ahol zömében reformátusok vannak, hogy mire való mindig a szenteket emlegetni. Bár természetesen ők is ismerik őket, de félreértés van e mögött a vélemény mögött, úgy érzem. Ugyanis nagyon sokszor azt gondolják, hogy a szentek emlegetése azt talán elsősorban vagy csak azért történik, hogy kérjük az ő közbenjárásukat. Pedig én úgy gondolom, hogy ez egy másodrangú dolog, és másodrendű, elsősorban a példájukat érdemes fölidéznünk. És ebben a mostani 20. 21. században, amikor semmire való embereket állítanak automatikusan, vagy akarva akaratlanul az emberek a fiatalok elé, mint példákat, szükség van arra, hogy hogyan igazi példákról is halljanak, és ismerjék meg ezeknek a rendkívüli példát mutató embereknek az életét. Függetlenül attól, hogy mikor éltek évszázadokkal, vagy netán csak évtizedekkel ezelőtt. Hát így vagyunk a mai ünnepet szentel is, Nurziai Szent Benedek apáttal. A mai evangélium az ő ünnepén, a Máté evangélium 19, 27, 29 sorai. Nagyon rövid, így kezdődik. Akkor Péter vette át a szót, nézd, mi mindenünk, mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek a megújuláskor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele tizenkét trónon, és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött. Aki nevemért elhagyja apját, anyját, otthonát, testvéreit, nővéreit, feleségét, gyermekeit, vagy a földjét, százannyit annyit kap, és az örök élet lesz az öröksége. Ez a mai evangélium, és most gondolkozunk csak el azon, ki is volt ez a bizonyos Benedek a 4. 5. század környékén élt, vagyis hát fordulóján, Nurziai Szent Benedeknek hívjuk őt, ebben a városkában született, és később Monte ban halt meg, ott is van eltemetve, Iker testvérével, ezt hadd jegyezzem meg, Szent Skolasztikával együtt. A mi szívünkhöz különösen közel áll Benedek, ugyanis először is Pét Szent István királyunk, egy bencés szerzetest hívott meg Magyarországra, Pannonia földjére, hogy segítsen neki itt a kereszténység elterjesztésében. Ő nem más, mint tudjuk a velencei Szent Gellért. Ő rábízza fia neveltetését is, és hát emellett azt is tudjuk, hogy két helyen még ma is működő bencés kolostor létesült, Pannonhalma, illetve Tihany még Géza fejedelem, illetve első András segítségével, alapításával. Első Andrásunk sírja, ezt jó, ha tudjuk, ugye ott van a Tihanyi Apátság altemplomában. Az egyetlen, talán sértetlen, sérthetetlen és sértetlen sírja királyainknak. Tehát ma is az ősi regula szerint imádkozzál és dolgozzál, működik ez a két kolostor, monostor. Majdnem azt mondanám, kötelezővé kellene tenni, hogy minden magyar életében, ha csak lehetne, is egyszer-többször is zarándokoljon el pannonhalmára, vagy éppenséggel Tihanyba. Mind a kettő megerősít bennünket kereszténységünkben és magyarságtudatunkban. Ennyit tehát szoros értelemben vett mai témánkról, vagyis személyünkről, bennedekről. De a most felolvasott evangéliumnak egy mondata tovább gördíti gondolatainkat. Ugyanis azt mondja, akkor Péter vette át a szót. És biztos, hogy Péter nem csak a maga nevében szólalt meg, volt már annyi nagyon-nagyon szent és jó értelemben vett öntudata, hogy tudta, hogy egy kicsit rá van bízva még az ő édes testvére András is, a másik testvérpár Jakab, János, Tamás, Fülö, Bertalan, mind a tizenkettő, mert hát ő az, akit Jézus valami különös szándékkal a többi fölé, vagy a többi elé rendelt. És ezért tartotta nagyon fontosnak, hogy bizony meg-megszólaljon, hozzáfűzze saját véleményét valamihez, vagy éppességgel merjen rákérdezni. Kedves testvérek, nagyon boldogok lehetünk, hogy egy olyan közösségnek a tagjai vagyunk, és ez nem más, mint a római katolikus Egyház, amelynek feje Péter utóda, a kafarnami százados utóda, a mindenkori római pápa, hála Istennek nagyon jól tudja, hogy néha át kell vennie a szót, ahogy itt Péterről mondja az evangélium, vagyis meg kell szólalnia. Nagyon fontos dolgokban is ki kell mondani a, a véleményét, ami persze nem az ő véleménye, hanem a Római Katolikus Anyaszentegyház véleménye. El is várja egyébként a világ, hogy az egyháznak legyen mindenféle dologról, ami első hallásra talán úgy tűnik, hogy e világi dolog arról is legyen véleménye. És persze nem csak a római pápának, egy-egy például magyar hazánkban működő egyházunknak is, jóha vannak szószólói, a dolgokba beleszóló püspökök, vagy egy-egy kisebb területen, egy-egy plébános. Ezt nem úgy kell fölfogni, hogy akkor most politizál az egyház, de igazság szerint nemes értelemben kell is politizálnia, vagyis a nép érdekében megszólalnia. Imádkozzunk azért sokszor, mi akik nem vagyunk ilyen jeles személyek, hogy aki kompetens személy, akár egyházunkon belül, akár világi személyként egy ország vezetésében, az igenis nyilvánítson véleményt nagyon sok dologról. És még valami, hisz ezek a kedves apostolok Péter vezetésével azt kérdezik Jézustól, hogy mit kapnak ők azért, mert követték őt, és ahogy mondja Péter, mindenünket elhagytuk. Hát éppen a bencés regulában is benne van, mint minden szerzetes rend regulájában, a szegénység. Na persze, akkor mondhatnánk, ez rájuk tartozik, szerzetesekre, apácákra, esetleg papokra, de nem, minnyájunkra. Ha csak arra gondolunk, testvérek, hogy az egész világ összes éhező embere jó tudna lakni minden nap, mindenkinek kerülne mindennapi kenyér az asztalára, ha a fegyverkezésnek, az egymás ellen fordulás eszközének csak 10%-át megpróbálnánk visszavonni, és nem fegyverre, hanem idézője be téve kenyérre fordítani, megszűnne az éhezés. Egy más világ lenne, így mondhatom. Ezért talán még ma határozd el egy kicsit Szent Benedek szellemében, hogy bencés szerzetes akarsz netán lenni, legalábbis civil emberként, de a szegénységben, Próbáld visszafogni a magad tékozló életét, a vásárlás-centrikus shoppingolást, vagy éppenséggel a cél érdekében, mert hogy ahogy mondtam, a fegyverkezés miatt nincs étel az asztalon, ne nézd meg erőszakot sugázó televízió műsort, ne fogj fegyvert másra, de még jelképesen se, még csak ne is akard megölni a másikat, vagy eltörölni akár csak a televízió képernyőjéről. Ne adj, ha édesapa vagy, vagy édesanya, fegyverhez hasonló játékot a gyerek kezébe. Légy igazán béke kereső, béke szerető, békét sugárzó. Ezzel biztos, hogy egy kicsit hozzájárulsz a teljes világ, az egész világ békéjéhez, és áldottabb lesz, ez az emberi élet a Földön, hogy Benedek neve, a Benedek szó is hirdeti, áldott. Bár csak Európa, eme egyik védőszentje, Szent Benedek apát, közbenjárásával és példájával, ahogy mondtam, megáldaná, áldottabbá tudná tenni ezt a 6 milliárdnyi embert, akit most hordoz hátán a Föld. Szent Benedek, könyörögérettünk. Köszönöm a figyelmet!